Elég egy rossz mozdulat, és meghalhat a beteg. Szó szerint életbevágó percek, feszült várakozás. Az Országos Onkológiai Intézet most megmutatja, mi történik az zárt ajtókon túl, milyen az a munka, amit a hétköznapokban senki sem lát, csak erős idegzetűeknek. Most épp kijöttem az egyik műtétből, mindjárt megyek be a következőbe, ilyen, vagyis tulajdonképp már reggel összekészítem, megvan a program, hogy milyen műtétek lesznek, és összekészítem a műtéthez szükséges eszközöket, mindig megnézem, milyen műtét lesz, végig gondolom, hogy mi történhet, fel kell készülnünk váratlan helyzetekre is, komplikációkra, úgyhogy ezt muszáj mindig végig gondolnom. Kicsit azért izgulok is minden egyes műtét előtt. Gyere be a műtőbe! Ezzel a címmel indított kampányt az Országos Onkológiai Intézet. A kórház ezzel az egészségügy különleges világába hívja meg az érdeklődőket. Szeretnék országszerte felhívni a figyelmet az egészségügyi szakmák fontosságára, kiváltképp a műtős élet különlegességére. Engem az doppingol, hogyha egy műtét nehéz és kihívásokkal van tele, lelkileg én ettől jól érzem magam, hogy egy olyan emberen segíthetünk, akit tudom, hogy nagy bajban van, akár az életébe is kerülhet, de mi ezt megmentjük, ezt az embert, vagy meghosszabbítjuk az életét nagyon-nagyon sok évvel. Évente csak nem 10 000 műtétet végeznek az Országos Onkológiai Intézetben, 6 szakterületen. Mellkassebészet, hasi sebészet, nőgyógyászat, fejnyaksebészet, emlősebészet és urológia. De az ország egyedülálló tüdőtranszplantációs központjában is gyakorlatot szerezhetnek a szakma iránt érdeklődők. A legemlékezetesebb nekem a tüdőtranszplantáció. Mi vagyok olyan szerencsés, hogy benne lehetek a csapatban, és az mindig egy hatalmas élmény, egy tüdőtranszplantáció, és sikeresen kijövünk belőle, adott esetben egész éjszaka dolgoztunk, és az semmihez nem fogható szerintem. Műtét előtt legfontosabb a steril körülmények megteremtése. A bemosakodásnak szigorú szabályai vannak. Ez olyan alapvető dolog, ami nélkül egész egyszerűen nem kerülhet sor a műtétre. 3 perc szappanos bemosakodás, illetve kézmosás után történik az 5x1 perc bemosakodószerrel történő kézmosás. Összesen 8 percig tart a helyes tankönyvi bemosakodás, amit szigorúan be is kell tartani. Az én felelősségem az igen, hogy a bemosakodásnak és a sterilitásnak a betartatása helyesen történjen. Szoktam beszélgetni röviden a betegekkel műtét előtt, és hát az nekem könnyebbség, hogy utána viszont nem találkozom velük, bár nem tudom, van akinek ez is jó. Én könnyebben dolgozom fel ezeket a nehéz sorsokat, hogy utána nem követem végig, hogy történik a gyógyulása. Persze empátia az kell nagyon a munkához. A műtős nőknek és fiúknak folyamatosan követniük kell az operáció menetét, és tudniuk kell, hogy mikor, milyen eszközt fog használni az orvos. Gyakorlatilag mielőtt kimondaná, már a kezébe adják a kollégák. Ez a szike, ezzel vágják meg a bőrt. Ez a csipesz, ez segít a feltárásban, kampó a feltárásban, moszkító a lefogásban, hát az olló pedig a vágásban, és van még tűfogó. Mindjárt megkeresem. És van a tűfogás, tűfogó, ami pedig a beteg összevarrásában, a bőrébe, az izmában és a szobfutár rétegében. Egyszer volt egy műtétünk, és akkor ott kicsit vérzett a beteg, és ott a sebészek műtötték, és egyszer csak az egyik megszólalt, hogy hát ez tiszta Grace klinika. Sőt, ahogy a képernyőn, itt a műtőben is egyre több a robot. Az Országos Onkológiai Intézet idén elérte az 1000-et meghaladó robotasszisztált műtétszámot. Ez a mérföldkő pedig nem csupán az intézet, de az egész magyar onkológia számára jelentős előrelépés, kiemelten a daganatsebészeti szakmák területén. De van nálad is egy, nem? Hozzak be még egyet? Kérek még egy biporkábel? Nagyon jó koreográfiára épülő színdarab a miénk, mindenkinek megvan a pontos szerepe, szerepcsere nem történhet és nem is történik.
mindenki pontosan tudja, hogy mikor mit kell csinálnia. Az orvos, a műtős fiú, a műtős nő, az anesteziológus, az anesteziológus asszisztense. Az Országos Onkológiai Intézet idén is várja a műtős nőket és műtős fiúkat, azaz azokat, akik műtéti szakasszisztensként vagy műtős segédként dolgoznának, illetve szívesen tanulnának. Akik ezt az utat választják, érdeklődnek az egészségügy és az onkológia iránt, biztosan számíthatnak a mentorok segítségére a zsilipen túl is.